Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket október 10-én ökumenikus istentiszteletünkön. Ma is Isten dicséretére, imádására jöttünk össze, hogy az Úr igéjét halljuk, igehirdetésben részt vegyünk, és szívünket kinyissuk ő előtte. Isten áldja meg önöket. Az Atya, a Fiú és Szentlélek nevében. Amen. Néped üdvözítője te vagy. Istenünk, meghallgatod azokat, akik hozzád kiáltanak. Elmélkedem minden cselekedeteden, és gondolkodom tetteiden. Mert csodatevő Isten vagy te, megmutattad erődet a népek között. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindjájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Uram Istenem, vallom és bánom, hogy sokszor megfeledkeztem a szeretet parancsáról, és munkán közben csak a magam hasznát kerestem. Bocsásd meg vétkeimet, és emberszerető irgalmaddal teremts újjá szolgáló szeretetre, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött fiát elküldte a világba, hogy éljünk ő általa. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Hallgassuk meg Isten igéjét, olvasom a második korintusi levélből, az 5. fejezet 14-től a 21. verseig. Így szól. Krisztus szeretete ugyanis sürget minket, mert azt gondoljuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor valamennyien meghaltak. És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, már ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Mi tehát mostantól fogva senkit sem ismerünk emberi módon. És a Krisztust emberi módon ismertük is, most már nem úgy ismerjük. Ezért, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régiek elmúltak, s íme újak keletkeztek. Mindez pedig Istentől van, aki Krisztus által megbékéltetett minket önmagával, és nekünk adta a megbékélés szolgálatát. Mert Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, úgyhogy nem számította be bűneinket, és ránk bízta a megbékéltetés igéjét. Mi tehát Krisztus követségében járunk, s maga Isten buzdít általunk. Krisztusért kérünk tehát benneteket, béküljetek meg Istennel. Ő azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságossága legyünk ő általa. Eddig az írott ige. Válaszul, valljuk meg hitünket most felállva. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól,
az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Olvassuk, illetve hallgassuk most együtt Isten igéjét Mózes első könyvéből, a Teremtés könyvéből, a 12. fejezet első 4 versét. Az Úr ezt mondta Abrámnak, menj el földedről, rokonságot közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat, általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az Úr mondta neki, és Lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Háránból. Ez Isten írott igéje. Kedves néző, kedves testvérek, nagy kérdés, hogy hogyan lehet Istennel szemtől szemben találkozni, és hogy ennek a találkozásnak milyen hatásai, milyen következményei vannak. A Bibliát sokan sokféleképpen olvassák, de tulajdonképpen 1500 évnek emberi oldalon nézve az irodalmi terméke, de nem csak ez, hanem Isten igéje, tehát Istennek a bemutatkozása. És azt olvassuk benne, hogy Isten hogyan mutatkozik be, mit akar elmondani magáról, és különféle emberi találkozások, ezek húsvér emberek, a történelem bizonyos pontján élt emberek, ez az Abrám nevezetű alakja a történelemnek és a Bibliának, a számításaink szerint körülbelül 4000 évvel ezelőtt élt, és hát azért érdekesek nekünk ezek a beszámolók, mert ezen keresztül látszik, hogy Isten hogy mutatkozik be. Egyrészt, hogy hogyan szokott találkozni az emberre, másrészt, hogy mit mond és milyen hatása van. És akkor ebből mi magunk is megérthetünk dolgokat, sőt, ezen keresztül Isten maga bennünket is megszólít, mert ahogy ha Isten valamit sok-sok alkalommal ugyanúgy tesz, akkor arra következtethetünk, hogy ezek szerint ő ilyen, ő ezt szokta. És akkor ez segít nekünk is, hogy mi magunk is találkozunk vele. És hát, hogyha a Bibliát ilyen szemmel olvasok, akkor megfigyelhetjük benne az ismétlődést, ma is fogunk utalni erre, hogy mit szokott tenni Isten akkor, amikor megszólítja az embert. Rendszerint milyen hatása van az ember életére nézve. És hát az az igazság, hogy Istenről nagyon sokan sokfélét gondolnak, és így is mondhatnám, hogy ebben a hazában, ebben a kultúrközegben úgy tűnik, hogy három dologhoz mindenki nagyon ért, és most már kezd föl sorakozni a háromhoz egy negyedik is. Hát az egyik a politika, a másik a foci, és a harmadik pedig a hitkérés, a negyedik, ami már úgy a versenyben ott van, a sarkában ennek a másik háromnak, az epidemiológia és a járványhoz való, és az oltáshoz, és egyéb ilyenekhez való hozzáért, és úgy tűnik, hogy erről mindenkinek van véleménye, és mindenki nagy szakértőjének tartja magát, az ügy szakértőjének tartja magát. Tehát, hogy a hit az ezek közé tartozik, persze talán érthető, hogy van egy kis él is abban, amit mondok, mert talán több szerénységre volna szükségünk, de mégiscsak ott van, tehát ez tényszerű dolog. Most éppen a minap vonaton utaztam, és jön a jegyvizsgáló, és hallom így fél füllel, hogy az egyik utasnak gondjai vannak azzal, hogy hogyan mutassa meg az okostelefonján a menetjegyet, és elhangzik egy ilyen mondat, megüti a fülemet, hogy hát azt hittem, hogy mire a jegyvizsgáló mondja, hogy kérem szépen, hinni a templomban kell, de azt is csak az első sorban, mert már a második sortól kezdve ott hátrébb kártyázunk. Hát van egy véleménye róla, ez azt jelenti, hogy ezek szerint az ő gondolkodásában ez az egész istenhit, meg vallás, meg ilyesmi, ez egy formaság, amit ha látnak minket, akkor megjátszunk, de a hátrébb levő sorokban már mindenki él, ahogy akar, és az egésznek nincs nagy hatása az életünkre. Ez egy vélemény, de nézzük meg, hogy a Biblia mit mond erről, tehát hogy milyen az, amikor Isten elér bennünket. Vagy mondok egy másik példát, hogy nem olyan régen egy temetés, istentisztelet után valakitől búcsút vettünk, gyászoltunk, és akkor oda jött a család egyik tagja,
és beszédbe legyenünk, kiderül, hogy hát azt mondja, hogy a mi életünkből ezek a dolgok úgy hiányoztak. Mi nem úgy nevelkedtünk, hogy jártunk volna a templomba, és nem természetes, egyáltalán nem természetes a családunkban, hogy ilyen kérdésekről, hitről, Istenről beszélgessünk. És hát most itt állunk ezzel a temetéssel, gyászolunk, és hát én szerintem igazából az vigasztalhatja az embert, hogy az ember az utódaiban, a gyerekeiben, unokáiban tovább él. Ez is egyfajta reménység arra, hogy az életünk az több, mint a földi lét ideje a születéstől a halálig. Ez egy gondolat, ez egy vélemény. Aztán föltettem persze a kérdést, hogy és hány dédszülőnek vagy ükszülőnek a nevét tudja megemlíteni? Egyáltalán csak a nevét. Emlékszik-e rá? És az meg már végképp nagy kérdés, hogy bármi személyeset tud-e róla mondani? Tehát tudja-e, hogy az ükszülei mit szerettek, mit nem szerettek, milyen zenére táncoltak, vagy mi volt a kedvenc ételük, vagy szóval egyéb ilyen személyes dolgok, semmit nem tud róla, még a nevét sem. Aha, akkor mégiscsak ez egy illúzió, hogy mi majd a gyermekeinkben, unokáinkban, a leszármazatjainkban tovább élünk. És ráadás, ez egy vélemény, úgy tűnik értünk hozzá, de közben a Biblia mit mond erről? Egészen mást. És most mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a Biblia mit mond arról, hogy hogyan találkozik velünk Isten, és hogyha találkozik velünk, hogyha megszólít bennünket, akkor annak milyen következményei vannak. És most egy picit hadd tegyük félre az előfeltételezéseinket, a véleményünket, és nézzük, hogy ez az ige mit mond, és ezen az igén is a Bibliában aztán más emberek történetén keresztül ismétlődő vonások révén azt fogjuk megfigyelni, hogy hogyan szokta Isten. Ez a szakasz, amelyet felolvastunk, Ábrahám történetének mondhatni, Ábrahám Istennel való történetének az eleje. Már is nagyon érdekes, mert hogy ez az első igazi találkozása ennek az embernek Istennel. Tehát valaki élte az életét valahogy, megvolt a meggyőződése a világról, megvoltak neki is az axiómái, a vélekedése, hogy hogyan kell élni az életet, és mi az életünknek az értelme, van-e Isten vagy nincs Isten. Szóval volt egy véleménye, volt egy valamiféle világnézete, és akkor egyszer csak úgy tűnik, hogy van egy, ezt értjük ebből a nagyon szűkszavú néhány mondatból, hogy ez egy nagyon meghatározó találkozás volt Istennel, ugyanis azt olvassuk, hogy Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy menj, és Ábrahám erre ment. Méghozzá föladva az addigi egzisztenciáját, az addigi emberi kapcsolatait, elhagyva a szülőföldjét, a családi kötődéseket, azt a kultúrát, amelyben otthonosan mozgott, és el is indult. Erre majd még visszatérek. De az első, amit megfigyelhetünk tehát, nagyon érdekes, mert hogy kezdődik ez a beszámoló? Ezt mondta az Úr Ábrahámnak, menj el földedről. Tehát nem olvasunk olyat, nyilván szűkszavú a beszámoló, és más történetekben, ahol Isten embereket megszólított, többet tudunk meg, de úgy tűnik, hogy nem a kíváncsiságunkat akarja kielégíteni olyan szempontból, nem abból a szempontból akarja kielégíteni a kíváncsiságunkat, hogy technikailag ez hogy történt, de ami meglepő még jobban, hogy a beszámoló nem azzal kezdődik, hogy Isten elkezd bemutatkozni Ábrahámnak, XY vagyok, én vagyok az Isten, szia, még nem találkoztunk, nem, hanem azzal kezdi, hogy menj. És úgy tűnik, ha a Bibliát végigolvassuk, hogy valahányszor Isten embereket megszólít, akkor az első igazi találkozás Isten valódi személyével és jelenlétével, az mindig azt is jelenti, hogy Isten küld. Nem csak elhív, nem csak megszólít, hanem küld is. Na ez például nagyon szemben áll azzal, ahogyan mi ma a közgondolkodásban Istenről vélekedünk és a hitről, mert általában azt gondoljuk, hogy Isten és a hit az arra való, hogy amit mi elképzeltünk, azt Isten segítsen megvalósítani. Vagyis, hogy általában mi szoktuk Istennek azt mondani, hogy menj, vagy jöjj, vagy segíts, vagy ezt tedd, vagy azt tedd. Úgy tűnik, hogy hogy Isten nem így szokta. Ha Istennel valaki igazán találkozik, akkor annak van egy olyan hatása, hogy az ember egy küldetést kap. És elgondolkodtatott persze az, hogy vajon mi vitte rá Ábrahámot arra, hogy meg is lépje azt, amit Isten mond neki. Tehát erről nem beszél többet a Biblia, hogy hogyan csinálta Isten, hogyan volt annyira valóságos az ő személye és a
lénye Ábrahám számára, hogy rögtön el is indult, de biztos, hogy az volt, mert bár szűk szóval beszámol, de azt azért látjuk, hogy mert az ember nem szokta csak úgy föladni az addigi megélhetését, a családi kulturális kötődését, a lakhelyét, az egzisztenciáját, a hivatását és mindent, és elindulni a nagy ismeretlenbe csak úgy. Ehhez úgy tűnik, hogy Isten nagyon is megmutatta magát, hogy ő kicsoda. És az első találkozás már is küldetés, és egy küldetést is ad Ábrahámnak, nem csak ezt, hogy menj, hogy neked jó legyen, hogy majd mutatok egy olyan helyet, ahol jobb lesz a megélhetés, hanem azt mondja, hogy áldás leszel. És hogyha megfigyeljük csak, hogy megemlítem, ha esetleg valaki jobban ismeri a Bibliát, vagy ha nem, akkor érdemes utána nézni. Most mondok három karakteres figurát a Bibliából, illetve a történelemből, akiket Isten mikor megszólított, akkor ugyanezt a motívumot látjuk, hogy akkor rögtön menj. Ugye az egyik Mózes, amikor Isten megszólítja őt, ott van egy nagyon természetfeletti találkozás Istennel, és Isten rögtön azt mondja neki, hogy menj a fáraóhoz, és szabadíts ki a népemet, mondd meg, hogy engedj el a népemet. Vagy a másik, Ézsaiás próféta, Ézsaiás könyve 6. fejezetben olvassuk, hogy egy látomásban éli át Istennek a valóságát, hogy megkerülhetetlenül ott van Isten, és rögtön össze is rezzen, hogy hűha, én itt a Szent Isten jelenlétében vagyok, én meg olyan kicsi vagyok, piszkos vagyok, kevés vagyok, hú, ebben megsemmisülök ebben az óriási tisztaságban, hatalomban és szeretetben, ezzel találkozva, de Isten azt mondja neki, hogy ne azzal törődj, hogy te milyen kicsi vagy, hanem menj. Kit küldjek el követségem? És akkor Ézsaiás azt mondja, hogy ha te küldesz, akkor megyek. Vagy ott van, akit jobban ismerünk talán, Jézus tanítványai közül Péter, rögtön az első igazi nagy találkozás, hallgatja Jézust, mondhatnám így, hogy jár a templomba, de egyszer csak leesik neki a tantusz, hogy akivel ő találkozik, az nem akárki. Jézus személyében nem csak egy nagy tanító, nem csak egy példakép van, nem csak egy jó barát, hanem Isten személyesen. Ugye a történet Lukács evangélium 5. fejezetben olvassuk az úgynevezett nagy halfogás története. Péter az öreg halász nagy tapasztalattal egész éjjel nem fog semmit, majd Jézus azt mondja, hogy menjünk ki, és akkor most az én szavamra vest ki a hálót. És akkor rengeteg halat fognak, ebben nem is ez a természetfeletti jelenség a lényeg, hanem az, hogy ezen keresztül Péter számára világossá válik, hogy akivel neki dolga van, annak a természet erői fölött is hatalma van. És rögtön össze is rezzen, ugyanez az érzés, mint a többieknél, hogy húha, én akkor kicsi vagyok és kevés vagyok, menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok, és Jézus azt mondja, hogy na figyelj, megint csak ne azzal foglalkozz, hogy te magadban mire vagy képes, hanem azzal, hogy én küldelek, emberhalász leszel, vagyis embereket fogsz megnyerni, visszanyerni Isten családja számára. Tehát, összegzem, úgy tűnik, hogy amikor Isten megszólít bennünket, akkor rögtön küld is, és az ember egyszer csak, és innen is lehet tudni, hogy valaki találkozott-e Istennel, hogy a fogyasztóból egy küldetéssel megáldott, egy magáért élő önző emberből másokért élő ember lesz. Rögtön küldetést érez, egy misszionáriussá lesz a szónak a legszebb értelmében. Isten elküld, és olyan emberek iránt is felelősséget kezd érezni az ember, akik más kultúrához, akikkel nem szoktam találkozni, ővelük nem vagyunk egy társaságban, és mégis ott találom magamat, hogy Isten ő hozzá küldött. Megjelenik az önzés helyett a felelősségérzet, abból az alapállásból, hogy miközben nekem a másikhoz, mindenki oldja meg a maga életét, abból egyszer csak elindul bennem az, hogy olvastuk a másik igében, azért halt meg Krisztus értünk, hogy akik élnek, azok többé ne önmaguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Elindítja az embert az Istennel való találkozás arra és arra bátorságra, hogy a saját komfortzónáját, biztonságérzetét föladja, nem felelőtlenül, hanem Isten iránti engedelmességből és bizalomból, és másoknak a féltéséből kiindulva. És úgy tűnik, hogy ez nem csak Ábrahámra és a többi meghatározó alakra igaz, hanem hogy az Isten hit ezzel jár. Tehát
Van, lehet, hogy volt egy véleményünk róla, hogy mit jelent hinni Istenben, második sorban már kártyázunk, vagy majd tovább élünk az unokáinkban, vagy egyéb elképzeléseink voltak. Most szeretném az ige alapján magunkat ebből kizökkenteni. Amikor Isten, ha valaki egyszer Istennel találkozott, akkor elkezdődött az életében az önzés üzemmódjából átlépni a küldetés üzemmódjában, a másokért való felelősség üzemmódjába. Fogyasztói szemlélet vége, az ember kockázatot vállal. Lehet, hogy nem leszünk mindannyian olyan nagy hatású emberek, hogy 4000 év múlva is emlékeznek ránk, vagy legalább 2000 év múlva, mint Péterre, de az elv ugyanez. A mi családunkban erről fognak-e emlékezni rólunk a gyermekeink, az unokáink is, a dédunokáink is, hogy Isten szeretetét mi feléjük közvetítettük. Ha Isten szól, hív, akkor mindig küld is. Tegyük föl magunknak a kérdést, szolgáltunk-e már valaha nagyobbat, mint a saját érdekeinket, a saját érzéseinket? Felülírta-e már Isten jelenléte, személye a mi saját elképzeléseinket ő róla? Kerestünk-e már többet az életben, mint a saját vágyainknak a beteljesítését? Vagy kerestünk-e már az Isten hitben többet, mint a saját kívánságainknak a megvalósítóját, a saját gyógyulásunkat? Azt mondja Isten, hogy áldás leszel. Isten soha nem hív el úgy, hogy ne tenne mások életében áldásra, hogy ne küldene. A második, amire szeretném fölhívni a figyelmet, hogy ahhoz, hogy az ember áldás legyen, hogy Istennek a jelenléte láthatóvá legyen az én életemen keresztül mások számára, ahhoz úgy tűnik elengedhetetlen, hogy áldozat is kell. A hajlandóság arra, hogy elhagyjunk, föladjunk dolgokat. Ábrahámnak azt mondja Isten, menj, rokonságot közül atyád házából. Vagyis az Isten hit, ez egy nagyon veszélyes mondat, most nincs idő kifejteni, de beszélgethetünk róla, szeretettel várjuk a kérdéseket, a nézőket a gyülekezeti közösségeinkbe, de úgy tűnik, hogy Isten az elsődleges kötődés, emberi kötődéseinket is felülírja. Ezért alakult ki a kereszténységen belül az a szokás, hogy egymást testvéreknek nevezzük, mert elsődleges kötődésem az Isten családjához fűz engem. Jézusnak vannak erről egész drasztikus megfogalmazásai, hogy de most nem megyek jobban bele, és akkor nem csak azt mondja Isten, hogy menj el a rokonságot közül, atyádházából, vagyis az emberi kapcsolataidnak a rendszere előtt fontosabb legyek én neked, a hozzám való kapcsolatod, hanem azt mondja, hogy arra a földre menj el, vagyis a lakhelyét is kéri Ábrahámtól, hogy adja föl. Nagyon sokan vannak itt e hazában is, akik már negyedikes gyerekek, sok kitapasztaltuk itt a közösségünkben, föltettük a kérdést, mi leszel, ha nagy leszel, és akkor negyedikes gyerekek azt mondják, hogy hát azon gondolkodom, hogy hogy fogok majd külföldre menni. A jobb megélhetés reményében, nem tudom, hogy ki ültette el a magvát ennek az ő fejükben, miközben mindenük megvan, na mindegy, de hogy azért sokan feladják a lakhelyüket és az emberi kötődésüket, hogy ők jobban megéljenek, hogy a saját elképzeléseik szerinti életet elérjék. De vajon, tegyük a szívünkre a kezünket, az Isten elképzelése szerinti élet reményében, méghozzá az Istennek a barátaim, a kollégáim, a szomszédaim, a rokonaim számára elképzelt élete reményében hajlandó volnék-e bármit föladni a saját biztonságomból, a saját megélhetésemből, az életszínvonalamból, a biztonságérzetemből. Olyannyira igaz ez, hogy amikor Isten elhív, akkor küld is, és ilyen áldozatokat is vállal az ember, nem fogcsikorgatva, hanem egyszerűen önként. Elhalványul minden másnak a jelentősége az Isten szeretete mellett, hogy sokszor a közvetlen környezet számára ez ijesztő is, hogy az embernek szinte egy új identitása van, megint csak, ahogy az előbbi ígében olvastuk, aki Krisztusban van, új teremtés az, egy új ember, egy más lény lett belőle, annyira új, annyira sok újdonsága van az Isten hívő embernek a korábbi életéhez képest, hogy már szinte azt lehet mondani rá, hogy ez már egy másik ember, mintha kicserélték volna. Jó értelemben szoktuk is ezt mondani. Hát ez nagyon jó értelemben így van a hitben. Akkor lehet csak áldás, hogyha hajlandó vagy erre az áldozatra. Miért legyünk hajlandók erre az áldozatra, és itt kell a figyelmünket mindenképpen magára, Jézus Krisztusra irányítani. Mert hogy ő mit tett?
annak reményében, hogy nekünk jó lesz. Annak reményében ő elhagyta a lakhelyét. Föladta az addigi tökéletes, zavartalan összhangját az atyával. A biztonságot, a mennynek a védettségét és boldogságát, azt a milliójét, amit nem kellett volna, hogy zavarjon a mi emberi nyüglődésünk, szenvedésünk. De ő ezt mind föladta és vállalta, nem csak hogy a szenvedés vagy a nehézséget, hanem a legalját. Azért, milyen érdeke fűződött ehhez Istennek? Ugyan miért tette meg neki, ettől jobb lett? Több pénze lett? Nagyobb vállalatai lettek? Több galaxisa lett? Több világegyeteme lett? Semmi. Egész egyszerűen azt hajtotta, hogy nekünk több legyen, hogy a mi életünk helyreálljon. Így olvassuk az igében, hogy ő gazdag létére szegény élet, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. Az életét adta föl értünk. Tegyük szívünkre a kezünket. Én mit teszek azért, hogy Isten szeretete ebben a világban látható legyen a családtagjaim, a barátaim, az ismerőseim, a szomszédaim, a kollégáim részére. Én áldozok erre időt, áldozok erre pénzt. Hajlandó vagyok engedni az életstílusomból és színvonalamból. Sokszor gyülekezetekben is tapasztaljuk ezt, hogy már az is egy nagy kegy, ha valaki egyetlen eljön egy Isten tiszteletre. De hajlandó vagyok-e arra az áldozatra, amire Isten hív azért, hogy ezt a világot újjáteremtse? Isten Ábrahámon, és itt a Bibliában egy új fejezet kezdődik ezzel, és a történelemben ezen a személyen keresztül, Ábrahámon keresztül, azt mondja Isten neki, hogy rajtad, és a te családodon, a te emberi kötődéseiden, életeden keresztül szeretném elvégezni ennek a világnak a helyreállítását. Ez az utódaidon keresztüli áldás, ez ugye Jézus személyében csúcsosodik ki, és rajtunk is keresztül is megvalósul. Rajtunk keresztül, akik bizalmat szavazunk Istennek, akik az ő szavára megyünk, akik az ő szavára, erre az áldozatra készek vagyunk. Ezeken keresztül akarja újjáteremteni a világot, meggyógyítani, helyreállítani. És ennek az ára, hogy valamit nem a saját érdekemben, a saját hasznomra, a saját céljaimnak, a saját érzéseimnek és vágyaimnak megfelelően teszek, hanem Istenért. Nem a magam kedvéért, hanem az ő kedvéért. Így is mondom, összefoglalom ezt a pontot, áldássá lenni áldozattal jár. És a harmadik, és ez a befejező pont, azt mondja Isten, hogy áldás leszel. Tehát nem egyszerűen azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy adok neked földet, meg új kapcsolatokat, új barátságokat, egy bőséges életet. Azt mondja, hogy ezek Jézus megfogalmazásában ezek az egyéb kategória. Nem azt érdekli Istent elsősorban, ez fura, hogy ezt mondom, az mellékhatás, hogy hogyan élek, vagy milyen életszínvonalon élek. Hogy gondoskodik rólam, hogy megvan a napi betevőm, stb. Hanem azt mondja, hogy áldás leszel. Istent elsősorban nem az érdekli, hogy hogyan viselkedünk, hanem az érdekli, hogy kik vagyunk, hogy kivé leszünk. És úgy tűnik, hogy Isten mindenkit, akit megszólít, erre hívja el, hogy belső lényegi változás induljon meg a szívében. Hogy nem egyszerűen csak jól éljen, jól viselkedjen, hogy nagyobb gazdaságra vagy egészségre jusson el az ember, hanem hogy átformálja, és úgy az egész lénye, a viselkedése, a gondolkodás és minden szava mások számára áldás legyen. És ezt rendszerint Isten ezt az ígéretét az embernek ilyen mérföldköveknél, az igazi találkozásnál, küldetés kezdetén szokta megerősíteni. Így is mondhatnám, hogy ha többet akarsz Istenből, akkor fogj hozzá nagy dolgokhoz Istenért, legyél áldássá. Mindegyik elhívás és mindegyiknél az elhívás, az Istennel való találkozás rögtön küldetés is, azzal, hogy az önzésből a szolgálatba kell átlépni. Ezzel Isten arra hív, hogy mi magunk is ne önmagunknak éljünk, hanem Krisztust mutassuk meg, és Krisztusért járjunk követségben, hogy az emberek, mindenki, aki körülöttünk van, Istennel meg kibéküljön, Istennel összhangba kerüljön, visszakerüljön az ő családjába. Ezzel Jézusra mutatunk, őt képviseljük. Ő az, aki ezt értünk megtette, és hogyha hozzátartozunk, akkor rá akarunk hasonlítani. Akkor ez az út.
és ez a teszt is. Tettél-e valaha valamit nem magadért, hanem Istennek? Úgy kerül, amibe kerül. Ma talán csak addig jutottunk, hogy föltettük ezt a kérdést magunknak. De lehet, hogy valakinek nyugtalanítók ezek a gondolatok. Én hadd bátorítsak arra, hogy ne engedjük, hogy ezek elcsituljanak, ezek a nyugtalanító érzések, hanem figyeljük, hogy nem akar-e esetleg Isten bennünket is megszólítani. Hát ehhez kívánok sok sikert és áldást mindenkinek, és felkínálom a hívő közösségeknek a lehetőségét, az ottani találkozásokat. Találkozzunk egymással, találkozzunk Istennel. Amen. Saját szavainkkal imádságra hívom a kedves nézőket. Nagyon hálás a szívünk Isten igéjéért, és olyan jó, hogy Isten igéje növeli bennünk a hitet, hiszen a hit hallásból van, mégpedig Isten igéje által. Áldott legyen a mi Urunknak Atya, aki az ő fiában eleve kiválasztott bennünket, a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk. Köszönjük, drága mindenható Istenünk, hogy te valóban elhívod az embereket, és valóban meg tudod szólítani az embereket, egyen-egyenként, személyenként. Nagyon hálás a szívünk, Uram, hogy te gondot viselsz ránk, és számon tartod a mi életünket, Uram, és köszönjük a meghívást a te drága szent családodba. Köszönjük az áldozatot, amit a te fiadban hoztál értünk, hogy a veled való kapcsolatunk, a veled való közösségünk, Uram, élő legyen, szoros és szeretetben. Köszönjük, drága Istenünk, hogy azért hívsz el bennünket, hogy a veled való kapcsolatunk helyreálljon, hogy békességben legyünk ember és Isten. És köszönjük, drága Urunk, hogy terved van minden testvérrel, minden emberrel itt a földön. Terved van abban a munkában, amit te elterveztél az emberiség számára, az örök életre, a veled való közösségre és az evangélium hirdetésére. Köszönjük, Urunk, hogy te formálod bennünk a te szereteted által mind az akarást és mind a hitet, hogy tudjunk lenni engedelmes, hű szolgáid. Mint ahogy Ábrahám meghallotta a hangodat, úgy tudjunk lecsendesülni az életünkben, a zajok forgatagába, a világ forgatagába, mert hiszen te szeliden, szeretetben tudsz szólni hozzánk. És van olyan pillanat, van olyan óra, van olyan perc, amikor igen, meg kell állni, le kell csendesülni, mert a mi Istenünk élő és ható. Meg tudja szólítani az embert, meg tudja változtatni a szívet, meg tudja újítani az elmét, és aki meghallja ezt a hívó szót, mint ahogy Ábrahám, mint ahogy Péter, mint ahogy Pál, mint ahogy én, mint ahogy te, akkor Istennek jó terve van velünk. Isten kiküldi az ő tanítványait, Isten kiküldi az övéit, hogy az örömhír, hogy van lehetőség, hirdetve legyen. Mindenek fölött legyen Ábrahám, Izsák és Jákob Istenének az áldása a mi életünkben, és imádkozunk azért, Uram, hogy a te nagy kegyelmed erősítse a veled való kapcsolatot, a közösségekkel való kapcsolatot, a hitünkben erősek tudjunk lenni, és valóban meg tudjuk hallani a te élő beszédedet és szavadat, és tudjuk érezni a te szeretetedet, ami Urunk Jézusunk nevében. Amen. Amen.
Hirdetem a kedves nézőknek, hogy jövő héten ugyanígy találkozunk a képernyő előtt, ökumenikus istentisztelettel folytatjuk, és köszönjük a figyelmüket, hogy együtt részt vehettünk ebben az istentiszteletben. Isten áldása kísérje életünket, és most közösen mondjuk el az Úrtól tanult legszentebb imánkat. Mi atyánk, mely a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Úristen áldását, az Úr legyen veletek, áldjon meg benneteket, és őrizzen meg a mindenható és irgalmas Isten, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen.